Szorgos kezek dolgoztak csütörtök délután az ipartestületi ház egyik termében. A kerámia macskák szívecskék már száradtak a padon, az asztalnál pedig éppen különböző figurákat készítettek a lányok a kreatív tábor negyedik napján. Az idei nyári táborunkat az ipartestülettel közösen szerveztük, és itt is zajlik az ipartestületben, a retróteremben és az udvaron is. Idén ez már a harmadik turnus, most 7 gyerekkel vagyunk, 7 kislánnyal, és minden nap igyekszünk más kézműves dolgokkal megismertetni őket. Sűrű volt a program, amiről bővebben már az egyik táborozó Izabel mesélt. Hétfőn ugye ismerkedés volt, meg minden. Kedden kézműveskedtünk, agyagoztunk, kosarat fontunk. Szedden elmentünk egy tanyára, ahol volt kecskefejés, lovaglás, minden jót csinálhattunk, még kutyasétáltatás is volt, meg sétáltattuk a panziós kutyákat. És most csütörtökön ugye mindig agyagozunk, csak szerdán nem agyagoztunk, és most lovacskát készítettünk, és nagyon jó volt. A kutyasétáltatás mellett az agyagozás volt a gyerekek kedvenc programja. Sorban álltak, hogy kipróbálhassák a fazekas korongot. Itt éppen egy pohár készült. Amikor korongozunk, akkor tök magos, magyaró tálalós tálakat csinálunk inkább. Most nekem pohár sikerült, és igazából agyagból legtöbbet virágot szoktunk, nyakláncot, díszt, gyöngyöket, mindenfélét. Papírlovakat és színes gipszfigurákat is festettek a táborozók. Ezeken kívül papírkosarakat is készítettek, amiket Róza büszkén mutatott meg nekünk. Jött hozzánk egy kedves néni, és először elévett ilyen lapokat, amin 4 vagy 5 darab ilyen tartórudor, és azokra kellett ráfűzni ezt. Az alsó réteg volt meg csak. Vendégek is érkeztek tehát a foglalkozásokra, például gimnazisták is besegítettek, akik az érettségihez szükséges közösségi szolgálatot teljesítették a táborban. A délutánokat általában az udvaron töltötték a gyerekek, ahol bújócskáztak, tollasoztak, labdajátékokat játszottak és krétával rajzoltak. Így készült el a színes udvar is, amin sokat dolgoztak a táborozók, hiszen a teljes aszfaltot próbálták kiszínezni. Az utolsó napot mozizással zárták, és többen már most biztosak abban, hogy jövőre is részt vesznek majd a táborban.